A Tech 2-t nézitek a új Sony Xperia L telefonnal, ami kb. 70-90 ezer forintig majd meg fog jönni Magyarországon is. Van feketében, pirosban és fehérben. Hamarosan, ahogy látjátok, ez még egy nem készlik, de rá van ragasztva, hogy ez majd hamarosan fog megjelenni, de már ezt itt igazából így megnézhetjük. Van egy szép 8 megapixeles kamera, ami 720p-vel fel tud venni, azért csak 720p felbontása, mert egy 1 GHz Qualcomm processzor van benne. Ahogy látjátok, ebben is van megint egy ilyen kamera kis bekapcs gomb, ami nagyon tetszik nekünk, ez az új dizájnú kis bekapcs gomb, ami nagyon tetszik Sonynál, mert tényleg nagyon jól meg lehet nyomni, és már is megtaláljuk akár sötétben is. Hangerőszabályozó, persze a másik oldalt micro USB, és a hátulját le tudjuk venni, és az aksit is ki lehet venni, aminek 1700 mA a mérete. Elő is van egy kamera, most egy kicsi folyó is még van rajta, és még a mikrofon is itt elő található, és egy kis szép igazából chrome dizájn is van az egész. Egészen így beépítve. Hogyha bekapcsoljuk a készléket, itt már is látjátok, hogy oké, fehér a képernyő, nem tudom, hogy milyen program volt most éppen bekapcsolva, tehát próbáljuk meg még be sincs úgymond üzemelve a készlék, egyik sem, na akkor azt majd mindjárt megcsináljuk, előtte még talán összehasonlítjuk a Sony Xperia SP-vel, ami 100 euróval drágább lesz, 300 euró helyett 420, és itt látjátok, hogy persze kb. Méretben ugyanolyanok, de ennek 4,6 incses a kijelzője, tudta full HD videót csinálni, és ennek fém igazából a dizájnja, ez meg komplett műanyag. De hogyha összehasonlítjuk egy Apple iPhone 5-hez képest mondjuk például, akkor látjátok megint mérete kb. Ugyanolyan az egész, akkor is, hogyha itt csak egy 4 hüvelyes kijelző van rajta, és annyira vastagságban sem különböznek. Az érdekes ebben a Sonyban, hogy ez ugyanabban a dizájnban van, mint amit előzőben is már láttunk egy pár készléknél, és különben persze még van a Z-hez képest méretben nagy különbségek, 5 hüvely, 4,3 hüvelyhez képest, és a HTC van is, hogyha már itt van, akkor mellé rakjuk, látjátok, hogy méretben igazából ezek is különböznek, de hát ennek dupla annyi az ára, mint ennek, úgyhogy nem nagyon lehet összehasonlítani. Talán a Samsung most már lement annyira az A-ban az S3-nak, hogy ezt itt így egymás mellé lehet rakni, és itt látjátok, hogy itt is megint vannak persze különbségek, de hát ebben kicsivel jobb a hardware, de ez egy nagyon szép készlék, NFC-vel, nincs benne LTE, de azért van benne 3G persze, és nagyon szépen lehet használni, és itt lent úgy látom, hogy van itt még egy mikrofon, azért, hogy elől is tudjuk, vagy a hátulját is tudjuk majd használni konferencia beszélgetésekre. Na és akkor itt már látjátok is a készléket, ahogy látjátok, elég gyorsan vissza az Android 4.1 Jelly Bean, a képernyő világítást be tudjuk állítani, hogy mondjuk maximumon legyen, és akkor még szebben látjátok. Megnyomom most a kameragombot, és akkor el kéne indulni a kamerának. Mondjuk ez még egy nem készlik, ahogy említettem, úgyhogy talán most én ki fogom választani. Na, mondjuk már el is indult közben, és akkor itt látjátok, hogy igazából elég szépen lehet gyorsan képeket csinálni. Most már hív is egy kollega, de az most lényegtelen, és hogyha itt megnézzük a képeket, akkor itt is látjátok, hogy elég szép képet tud csinálni, jól lehet be is kizumolni, és elég gyors a készlék. Ha visszamegyünk, akkor meglátjátok azt is, hogy az első kamerát is jól tudjuk használni. Nem rossz a felbontása, de persze nem arra van, hogy mondjuk nyomtatott képet csináljunk, talán Facebook profilképként elég lesz. Különben persze itt is megint Android 4.1-ben szép kis billentyűzet van benne a Sonynak. Ha írok egy új üzenetet, akkor itt is lehet összekötni a betűket persze, amit én nagyon imádok Sonynál. Hogyha megfordítjuk, itt is kényelmesen lehet így majd ilyen igazából, itt ilyen méretben. És különben, hogyha belementük az albumba vagy máshova, akkor itt is látjátok, hogy elég gyorsan viszi a készlék itt igazából mindent. Köszönöm, hogy benéztetek a Tech 2-nél, ez volt az első kis rövid teszt az új Sony Xperia SP telefonnal, aminek elég jó a mérete, és még amiatt azt mondom, hogy sziasztok, még a hátulját gyorsan leveszem, hogy megmutassam, hogy tényleg van benne NFC, nem olyan könnyenek most még levenni, mert hogy ez egy nem kész készülék, ahogy már mondtam, itt a sarkán kell megfogni, és akkor látjátok, hogy ki lehet venni az akkumulátort, itt megy bele a standard, vagy a mikro SIM kártya, és aztán itt alul, a akkumulátor alatt lesz még a mikro SD kártya is, és itt látjátok az NFC-t, ami bele van építve a hátuljába. Nevem Gál Balázs, abonáljatok minket, és ez volt a Tech 2.